Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Digitális Téma Hét mai webináriumán. A mai előadásnak a címe Kulcs a világ megismeréséhez, és a mai előadónk nem más, mint Klacsákné Tóth Ágota, a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanára, egy igazi legendás Jedi. Nyilván ő nem mondaná, de én mondhatom, egy nagyon-nagyon ismert pedagógus, aki évek óta rengeteg ötlettel áraszt el minket, és rengeteg inspirációt ad a kollégáknak, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ást is adom Ágota neked a szót. Köszönöm szépen, és ezt a meghívást és ezt a kedves bemutatást is. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal gyakorlati bemutatóval egybekötött ötletbőrze lesz ismét. Itt direkt a digitális témahétre készítettem ezt a kis kódot. Az előadás végére ki fog derülni, hogy hogyan is készült, és mire is tudjuk használni. Hangzatos a cím, de ezt a címet adtuk egy tavaly indult intézményi projektünknek, aminek az előzményeképpen áttekintettük intézményünkben az oktatási helyzetet. Ha a diákok szempontjából nézzük, akkor a következő dolgokra jutottunk. Először is szervezünk rendszeresen projekteket. Ezek elsősorban természettudományi projektek, mégpedig a témaheteken, a digitális témahéten is, és azon kívül is, évek óta benne van a pedagógiai programunkban is, amikor is 3 napon keresztül a gyerekek egy adott témát dolgoznak fel. Ugyanekkor évek óta az a tapasztalat, hogy ezekben a projektekben úgymond nem részesül minden gyerek, pedig tapasztaljuk a rendkívül hasznos tulajdonságait. Projekteket szeretnénk szervezni, ugyanakkor azt látjuk, hogy egy 45 perces tanóra az nem elegendő ahhoz, hogy a gyerekek egy projektfeladatban elmélyüljenek, pedig azok a bizonyos puha vagy más néven 21. századi készségek a projektmunka során nagyon jól fejlődnek. Aztán azt is megállapítottuk, hogy a gyerekek nem nagyon ismerik azt a természettudományos vizsgálódási folyamatot, amit viszont nagyon érdemes lenne, hiszen kevés órán alkalmazzák. Így módon kicsit másképpen néznek a világra, és elhisznek esetleg olyan dolgokat is, amik nem teljesen fedik a valóságot. Aztán az is jelen van intézményünkben, mint ahogy nyilván más intézményekben is, hogy nagyon elkülönül a különböző tantárgyak tanulása, még akkor is, hogyha természettudományos tantárgyakról van szó, a gyerekek rögtön oda mondják, hogy de hát ez fizika, de hát ez kémia, és a fejükben nem áll össze, hogy ez bizony a világ, ami körülvesz bennünket. És akkor nem is beszélünk arról, hogy más tudományterület, a művészetek vagy a humán tudományok, azok még jobban elkülönülnek, és nem kötik össze még időben sem az eseményeket. És ami a különböző projektfeladatok végrehajtásánál szembetűnő még gimnazistáknál is, hogy mennyire nincsenek ahhoz szokva, hogy manuálisan készítsenek valamit. Sokszor még az egyszerű eszközök használata, mint például egy ragasztópisztoly, vagy akár az olló is problémát jelent, és egyszerűen nehezen is kezdenek bele a gyerekek ilyen feladatba, pedig hát erre is bizony nagy-nagy szükség van. Azok között az úgynevezett puha készségek között kiemelném a probléma megoldást és a kreativitás fejlesztését, mert ez bizony a mindennapi életben nagyon-nagyon keresett két tulajdonság, aki ezen a téren jó fejlettségi állapotban van. Ha a kollégák körében körbenéztünk, akkor a következőket tudtuk megállapítani. Viszonylag jó informatikai eszköz ellátottságunk van, és a szertárunk, akár a kémia, akár a fizika, biológia is sok-sok eszközzel van tele,
Rengeteg eszközt látunk azzal, hogy informatikai eszközökkel lehetne támogatni a természettudományos oktatást, de ez nem történik meg minden tanórán, pedig az eszközök megvannak. Ennek általában két oka van. Aki ért az informatikához, mint például az informatika tanárok, azok nem tudják, hogy hogyan is lehetne ezeket az eszközöket más tanórán, például a természettudományos tanórákon használni. Aki pedig tanítja a természettudományos tantárgyakat, azok meg általában nem elég járatosak az ilyen eszközök használatában. Aztán az is megállapítható, hogy ahogyan a gyerekek fejében elkülönülnek a különböző tantárgyak, úgy mi sem ismerjük egymás munkáját. Nem nagyon tudjuk azt, hogy a munkaközösségen kívül az egyes tanárok hogyan dolgoznak, a szaktárgyuk, a milyen tudományterületet érintenek, pedig ha ezeket ismernénk, akkor lehet, hogy a tanórákon jobban tudnánk a mi munkánkat az övékhez kapcsolni. És az utolsó, amire Finnországban láttam példát, Magyarországon igen ritka, talán az alsó tagozatban jelen van, hogy ki lehetne használni azt a lehetőséget, mikor egy-egy foglalkozáson több tanár van jelen, így módon nem csak egymás munkáját tudnánk így megismerni, hanem egyszerre tudnánk támogatni azt a tanulási folyamatot, amit közösen megszervezünk. Ezeknek a helyzetelemzési tényeknek a figyelembevételével megterveztünk egy olyan projektet, amely során bevezetjük intézményünkben a természettudományos projekt napfogalmát, mégpedig minden évfolyamra 5-től 12-ig kötelező jelleggel. A kötelező jelleggel azt úgy értjük, hogy minden 5-es, minden 6-as és így tovább felmenő rendszerben egy-egy más-más témájú projektet fog feldolgozni egy napon. Ehhez kidolgozzuk előre a tananyagot. Az azt jelenti, hogy az évek során az 5-esek mindig ugyanazt, a 6-osok és így tovább egymásra épülő tananyagot fognak kapni. Ennek a tananyagnak a kidolgozásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével figyelünk arra, hogy kellő számú manuális tevékenység legyen benne. A két előbb említett főbb készség a probléma megoldás a kreativitás fejlesztésére. Igyekszünk nyitott végű problémákat előállítani és más területeket bevonni. Ez azt jelenti, hogy nem csak a természettudományos más tantárgyakat, hanem a művészetek témakörében, vagy akár a sport, vagy akár a humán területeket szeretnénk bevonni. A nyelveket egyértelműen, hiszen nagyon sok forrásunk már kiskortól kezdve is használja az angol nyelvet, így módon a gyerekek látják azt, hogy mennyire fontos ez. Egy-egy ilyen napon azt gondoljuk, hogy meg fog valósulni az, hogy egy-egy évfolyamon több különböző szakos tanár segíti azt a tevékenységet, amit erre napra tervezünk, így módon együtt tanítunk. Azt várjuk ettől, hogy a diákok megismernek, illetve el is sajátítanak egy olyan természettudományos megismerési folyamatot a 5-től 8-ig 4 év alatt, vagy akik 9-be érkeznek hozzánk, azok ugye szintén 4 év alatt, ami alapján a későbbi életükben is a tapasztalt jelenségeket azt kritikusan tudják szemlélni. Közben fejlődnek a különböző úgynevezett puha készségeik, és fejlődik az, ahogyan kezelik a hibákat, és tervezik újra a probléma megoldását, mert ez is egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy sok figyelmet érdemel. Tekintve, hogy egy-egy témát több szempontból, több területről vizsgálnak meg, a tudásuk sem egy területre koncentrálódik, így módon talán összetettebb lesz. Azt várjuk, hogy a tanárok elsajátítanak egy új módszert, talán így könnyebb lesz arra rávenni mindenkit, hogy projekten munkálkodjon, hiszen a lényegi része a kidolgozott anyag és az egymásra épülő tevékenységek megtervezése az közösen előre megtörténik. Együttműködnek egymással jobban, megismerik egymás munkáját, az egymásnak a szaktárgyát, és ezáltal szélesedik
a látókörük olyan szempontból is, hogy azt talán a napi tanításba is be tudják vinni. Ez a terv tavaly ilyen, tehát március elején született, és az előre haladása következő. Alapul veszük a Microsoft Hacking Stamp tevékenységeit, így módon itt sem kell túl sok dolgot kitalálni, legfeljebb azt, hogy ezt a bizonyos tevékenységet, amit mi kiválasztunk, azt hogyan is fogjuk beépíteni az adott évfolyamnak az anyagába. Itt megterveztük konkrétan, hogy ki mit csinál, vannak angol szakosak, akik lefordították, megosztották, összeírtuk az eszközlistát, ezek beszerzésre kerültek, volt már egy tájékoztató a kollégáknak, hogy hogyan is fogjuk ezt elkészíteni. Szeptemberben, amikor véglegesítettük a NAT miatt módosított pedagógia programot, akkor ez már bekerült, és hát talán csak a vírushelyzet okozhatja azt, hogy ez nem fog megvalósulni májusban. Felmenő évfolyamonként, tehát májusban az ötödikeseknek, illetve a kilencedikeseknek ez a projektnap ez meg fog valósulni. A megvalósulás után újra értékeljük, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem. Az anyagokat minden kollega számára nyilvánossá tesszük, és hogyha szükséges, akkor módosítunk. Itt most ezen a foglalkozáson ezt a két anyagot szeretném ismertetni, illetve gyakorlatban is megmutatni, mert több kollégától hallottam, hogy ő látta ezeket az anyagokat, és meg is szeretné csinálni, de nem mer belevágni, mert nehéznek tartja, így módon most itt ezen a foglalkozáson ezen is szó esik. Hát mi is ez a bizonyos természettudományos megismerési folyamat? Ha azt vesszük, hogy mikor kicsik a gyerekek, akkor mindent megfognak, még kisebb gyerek még a szájába is veszi, mindent megpróbál megismerni, és rengeteget kérdez. Aztán ez a dolog olyan felső tagozatra el szokott múlni náluk, kivéve ha valami nagyon érdekes és nagyon, nagyon jó dolog, mert akkor aztán órákat képesek ugyanazzal a dologgal foglalkozni. Ha megismerik ezt a folyamatot, ami egy probléma felvetésével kezdődik, aztán megpróbáljuk a problémához kapcsolódó fogalmakat megalkotni, és valamilyen módon egy kérdést vagy egy hipotézist megfeltenni, amit aztán kísérlettel vagy megválaszolunk, vagy nem, vagy cáfoljuk a hipotézist, vagy megerősítjük, és következtetésre jutunk, akkor egy olyan gondolkodási folyamaton, egy olyan kreatív tevékenységen tud végigmenni a gyerek, amit aztán úgy gondolunk, hogy ha elsajátít, akkor itt felnőtt korában, mint itt az utolsó képen, már mindenféle természeti folyamatot ilyen kritikusan tud szemlélni. Mi is az a Hacking STEM? A Hacking STEM egy tevékenység gyűjtemény, amiből hát inkább 9 éves kortól ajánlják egészen a gimnázium végéig. Közben itt elindítom ezt a videót, és láthatunk egy látványos bemutatót, legalábbis egy részletet. Rengeteg olcsó anyagból készíthető látványos tevékenységet tartalmaz, aminek teljes részletességet megtaláljuk ezen a jobb oldalon található weboldalon a különböző leírásait. Mindenféle segítséggel, mikrokontroller használatával, ami korábban csak esetén, de most már mikrobitre is minden egyes tevékenység megvalósítható, így módon bárban is gondolom, hogy egy elérhető tevékenységgyűjtemények. Például egy robotkéz készítését látjuk, ahol Excelhez kapcsolt szimulációval pontosan látjuk, hogyan is működik ez. Hát nézzünk bele először ebbe
a weboldalma, úgyhogy hol is találjuk és milyen tevékenységek vannak, és aztán megnézzük ezt a két különböző korosztályra készült anyagot. A link az azt hiszem elérhető lesz majd a chatben. Itt láthatunk különböző tevékenységeket, amik között rendkívül izgalmas NASA-hoz kapcsolódó kutató tevékenységek is vannak. Minden egyes ilyen kör egy-egy külön tevékenységet jelent, ami aztán mindenféle anyaggal együtt konkrétan elérhető. Meg van jelölve az is, hogy körülbelül hány hétre vagy hány órára szánják, de ebből értelemszerűen bármely tanár bármely részletét a saját tanításába be tudja ezt kapcsolni. Amit az ötödikeseknek szánunk, az az a címet viseli, hogy fények és színek. Itt a Party Lights nevű tevékenységről van szó. Minden egyes oldal ugyanúgy épül fel, megkapjuk a címet, és itt erre a kék ikonra kattintva egy nagyon jól kidolgozott óratervet látunk, ami egy OneNote jegyzetfüzet formájában nyílik meg. Ebben nagyon részletesen le van írva az, hogy mi a tanári tevékenység, mi a diák tevékenység, illetve konkrétan a feladatleírások, illetve értékelő eszközök. Egy kis idő kell ahhoz, hogy ez a jegyzetfüzet betöltődjön, tehát itt látjuk a diák verziót, a tanár verziót, egy bevezetést, érdemes ezeket kinyitogatni és megnézni, hogy hogy is néz ki ez a tevékenység. Mi most ötödik osztályban a fények és színek címet adtuk a tevékenységünknek, és mint ezen a két képen is látjuk, különböző színek keverése, illetve magának a fényjátéknak az előállítása a két fő tevékenység. Mit is tervezünk erre a napra? Először is fognak készíteni egy elektronikusan vezérelt fényjátékot, fognak a valóságban is színeket keverni, fénnyel is és festékkel is. Érdekes kutatási feladatokat, amit kérdésfeltevéssel próbálunk először irányítani, mint például a milyen színű a fekete filctól, és ezt ugye a hajszálcsövesség szempontjából különböző színes motivumokat fognak készíteni. Felvívjuk a figyelmüket arra, hogy vannak láthatatlan fények, így vizsgálnak fényt, infravörös fényt és pénzt is UV-fénnyel. Aztán más világba lépnek azzal, hogy színszűrővel készítenek fényképeket, illetve színszűrővel látnak, és kicsit érzékenyítjük is őket abból a szempontból, hogy vannak színtévesztők, akik nem úgy érzékelik a világot, mint az átlag ember. Ezek a tevékenységek egy napra, tehát ez nagyjából egy 6 tanórányi időtartamot fog lefedni. No, hát nézzük a bemutató videóját ennek, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos fényjáték, és aztán lássuk azt, hogy hogyan épül ez fel a valóságban. Nagyon egyszerű eszközökkel dolgozunk, és ami még fontosabb, hogy ezek az eszközök olcsók és könnyen beszerezhetők. Ledeket, kartonpapírt használunk. Egy kapcsolót készülnek leírás alapján. Összekapcsolják. Először egy egyszerű áramot készítenek. Majd mikrokontrollerrel vezérlik ezt a áramkört.
van hozzá egy free munkafizetés képekből, amit készítenek, könnyen videót tudnak összefűzni. És ez lesz az a tevékenység, amit itt el fognak végezni. Minden egyes weboldal alján találunk egy ilyen 4 oszlopban álló összefoglalót, ahol az első oszlopban le tudjuk tölteni az építési utasításokat, a harmadikban az, hogy milyen eszközre van szükség, a legfontosabb viszont a második és a negyedik oszlop. A másodikban letölthető egy olyan Excel munkafüzet, ami a mikrokontrollerrel történő együttműködésben és a kódolásban segít, és a negyedikben pedig egyszerűen letöltjük azt a kódot, ami a Microbitre vagy az Arduino-ra rácsatlakozik. Hát nézzük, hogy is néz ki egy ilyen feladatlap. A gyerekeknek lefordítottam és elkészítettem ezt a bizonyos fényjátékos feladatnak a magyar nyelvű változatát, mert azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos dolog, hogy útmutatás alapján csoportban megtalálják az eszközöket, és el tudják azt készíteni. Itt látható, hogy milyen egyszerű elemekből fog ez állni. Celluxal vagy ragasztópisztollyal ráteszik a ledet. Érdemes a nagyobb méretűt választani, mert az sokkal látványosabb. Egy fagyispálcából elkészül a kapcsoló, úgyhogy 2 drótot használunk, az egyik keresztbe, a másik pedig hosszába helyezkedik el, majd elkészítik ezt az egyszerű áramkört, vagyis kapcsolóval működtetik, így módon látják azt, hogy hogyan is épül fel az áramkör, még egyszer ugye ötödikesekről van szó, még ők nem tanultak elektromosságot, de leírás alapján, és azt, hogy ők is már kapcsoltak fel le különböző eszközöket, tudatosítani lehet bennük, hogy ez az áramkör, ez tulajdonképpen miből is kell, hogy álljon. Aztán elkészítik a vezérelt áramkört, tulajdonképpen a Microbit veszi át a kapcsoló és az áramforrás helyét is, és ezzel a bizonyos Excel munkafüzettel, amit vagy előkészítünk nekik, vagy tanár mérlegel, hogy ezt ők önállóan el tudják-e készíteni, vezérelik ezt. Hát nézzük akkor mi sorba, hogy hogyan is néz ez ki. És akkor én ugye előkészítettem már 3 darab ilyen kis ledet, tehát ezek a nagyméretű 1 centi átmérőjű ledekről van itt szó, és egy nagyon egyszerű kapcsolót készítenek. Egyébként ezt már tanulócsoportban, kisebb csoportban mindig kipróbálásra kerül szakkörösökkel. Először ez a kapcsoló, tehát itt egy keresztbe rakott és egy hosszabb rakott dróttal működik. Megtanítjuk a gyerekeknek, és le is van írva, hogy a piros vezetéket a LED pozitív sarkához, a feketét pedig a negatív sarkához tesszük. A tapasztalat az, hogy stabilabb az áramkör, hogyha a gyerekek a kartonpapírra csiptetik a LED kivezetését, mert így akkor biztos, hogy nem ugrik le róla, és ebben az esetben akkor még a kapcsolóhoz fogjuk egy újabb krokodil csipesszel ezt tenni. Ezáltal létrejön nagyon egyszerű áramkörbe, kikapcsolják, itt is lehet mondani, hogy különböző mintázatokat, jelsorozatot hozzanak létre. Nézzük, hogy hogy történik ennek a digitális vezérlése 5. osztályban. Ehhez némi előkészületre van szükség. Ezt összefoglaltam itt a következő dián. Le kell tölteni ezt a bizonyos Excel fájlt, és futtatni kell. Ehhez nyilván az Excel programra lesz szükségünk. Ha kéri a program, akkor a makrókat engedélyezni kell, és ahhoz, hogy a mikrokontrollerrel együtt tudjon működni,
az úgynevezett adatküldő panelre van szükségünk. Ha ezt még nem használtuk, akkor lehetséges, hogy ez a panel nincsen bekapcsolva. Ha nem látható, akkor ezzel a három lépéssel tudjuk láthatóvá tenni. Ezt a kékkel jelölt lépéssort egyszer kell egy adott gépen megcsinálni, utána a panel ez ott marad. A microbit fájlt is le kell tölteni, ez ugyebár egy hex kiterjesztésű fájl, ezt nem tudjuk megnyitni, tehát nem lehet betölteni a makecode.org-ra, hogy szerkesztjük, hogy megnézzük, hanem csak másoljuk a microbitre. Ezt a gyerekek meg szokták tudni csinálni, és szeretik is, hogyha ők csinálják. Nekem kisebb gyerekeknél nem a fájlmásolás technikája jött be, hanem inkább a küldés a microbitre, ezt általában stabilabban használják, mint a fájloknak a másolását, bármilyen módon, vagy menüvel, vagy Ctrl-C, Ctrl-V-vel, inkább a küldés az, ami bejött. Megnyitottam itt ezt az Excel fájlt, és akkor nézzük, hogy mi is ez az adatküldő panel. Ugye itt vannak a szalagon a különböző szokásos Excel menük, és itt kell, hogy legyen egy adatküldő menü. Ha nincsen, akkor a következő képen tudjuk bekapcsolni. A File menüre kattintva legörgetünk oda, hogy beállítások, és itt megnézzük, hogy ott van a bővítmények közül. Arra kattintunk, hogy bővítmények, és itt a kezelés menüben ki kell választani az úgynevezett COM bővítményeket. Erre rákattintunk, hogy ugrás, és az adatküldő angol neve az, hogy Data Streamer, tehát ezt meg kell nézni, hogy be van-e Excelve, ez a Microsoft Data Streamer for Excel, be kell legyen kapcsolva, és aztán az OK-ra kattintunk. Ez most itt be volt kapcsolva, és akkor ezt a menüt fogjuk itt látni, és nézzük akkor, hogy a gyakorlatban hogyan lehet ezt a vezérlést megtenni. A kamerát, ha mutatom, itt van ez a mikrobit, erre én már rátöltöttem azt a kódot, ami a futtatáshoz szükséges, és akkor azt mondtuk, hogy az áramforrás és a kapcsoló szerepét is a mikrobit fogja átvenni. A nulla pinre tesszük, ha egylet van a pozitív kivezetést, és a földhöz csatlakoztatjuk a negatív kivezetést. Ezáltal kész a kapcsolás. Tehát még egyszer a pozitívhoz a nulla pinre, a negatívot pedig az úgynevezett földre, ugye ez a GND Grand rövidítése látható itt. És most megnyitom újra ezt az Excel munkafüzetet. Az eszközt hozzá kell csatlakoztatni. Most bedugtam és csatlakozott automatikusan, beválasztottam. Amennyiben ez nem történik meg, akkor itt az eszköz csatlakozása opciót választjuk, lenyitjuk, és kiválasztjuk azt, hogy soros USB eszköz. Az, hogy itt COM 3 vagy milyen szám van, az teljesen mindegy, ez a géptől függ. Ezáltal csatlakozik a mikrokontrollerhez, és most elindítjuk ezt az adatlejátszás menüt. Ezáltal készen van ez a kis program. Ez be is volt most itt kapcsolva, és ezt a kódot lejátsza. Ezek kapcsolók, a függőleges vonal egy bekapcsolt, a 0 egy kikapcsolt állapotot jelent, akár ugye kettes számrendszerként is lehet ezt észlelni. Most úgy indítom el, hogy ciklikusan működjön, ezáltal mikor a kamerára áttérek, akkor látszik, hogy ezt a fényjátékot folyamatosan lejátsza. Visszamegyünk az Excelbe, és azt látjuk, hogy ezt a kódot mi magunk is tudjuk módosítani. Beállítom.
Van 3 előre beállított fényjáték, de ha ezt választom, hogy az én mintám, akkor bármelyik kapcsolót át tudjuk állítani. Ha rákattintok, akkor kikapcsolódik és viszont. Itt fönt pedig állíthatjuk a fényerősséget 1-től 3 erősségig, illetve a gyorsaságát a felvillanásnak. Így módon többféle beállítással tudják a gyerekek ezt előállítani. Lehet változtatni a LED-eknek a számát egészen 6-ig. Most hozzáadtam még egyet, és pont zöld, de egyébként, ha rákattintunk, akkor nyugodtan át lehet állítani a színét, bár ennek nyilván nincs jelentősége abból a szempontból, hogy milyen színű LED-et használunk. Nézzük, hogy kötjük be a következő LED-et. Ide tettem egy zöld LED-et. Ezt ugye akkor párhuzamosan kellene kötni, és a másik végét szintén a földhöz. Az a tapasztalat, hogy ha ott egymásra kapcsolják a gyerekek bármilyen módon is, akkor vagy zárlat keletkezik, vagy lecsúszik. Éppen ezért mi egy egyszerű fémkupakot szoktunk használni a csomópont létrehozásához. Ezt oda kapcsolom a földhöz, és akkor innentől akárhány LED-nek be tudom kapcsolni a negatív pólusát a földhöz. És akkor most 2 LED van bekapcsolva. A zöldnek a pozitív végét pedig szépen sorban a következő szabad pinre, vagyis az egyesre kell kötni. Hát így módon akkor most már 2 van bekötve. Nézzük, hogy el tudjuk-e indítani ezt a minta kódot, amit itt látunk. Elindítottam ciklikusan, és akkor azt látjuk, hogy az a fényjáték, ami ott előkészült, felváltva villogtatja a ledeket. Innentől a gyerekek kreativitására van bízva, hogy hány ledet kapcsolunk be, illetve ezek hogyan fognak villogni. Összesen 6-ot lehet hozzáadni. Itt a mi mikrobitünknél, ugye, 3 szabad pin van a krokodilcsipeszek számára. Ha mikrobittel szeretnénk használni, akkor egy úgynevezett sarokcsatlakozóra van szükség, és akkor lehet a maradék 6-ot is igénybe venni. Mi itt feladatnak kiadtuk a gyalogos lámpa, illetve az autóknak előállt közlekedési lámpának a használatát is, és annak a kódját előállíthatják, de természetesen rájuk lesz bízva, hogy milyen fényjátékot állítanak elő. Ez tehát a fő tevékenysége az ötödikesek projektjének. A feladatot értékelő lapok és különböző formatív értékelőeszközök fogják kísérni, például az áramkör építését egy ilyen ellenőrző lista, és megtanulják azt, hogy lépésről lépésre haladva mindig kipipálják azt, amit éppen már megcsináltak. A 9-eseknek a témája kommunikáció lesz. Ehhez a nyitó dián látható távíró modellt fogják elkészíteni. Nagyon egyszerű eszközökkel egy elektromágneses elven működő eszközt készítenek, aminek a bemutató videójából nézzünk meg egy rövid részletet. Először egy nagyon egyszerű áramkört építenek, 9-eset, aztán megnézzük azt, hogy milyen hatása van az elektromos áramnak. Megnézik, hogy mágneses hatása van. Így módon megértik azt, hogy a mágnes erőssége
tud változni, hogyha az áram erőssége adott. És elkészítik ezt a bizonyos távívó modellt, nagyon egyszerű elemekből. Itt Arduino-hoz kötik, mi mikrobithez fogjuk ezt kapcsolni. Hát nézzük, hogy hogyan is kapcsolódik ez a téma a többihez. Milyen tevékenységeket tettünk még bele. Először is egy ilyen mikrobittel vezérelt morze jeladót és vevőt fogunk készíteni. És a morze ABC lesz még a további fő téma. Ez a jelrendszer rengeteg lehetőséget ad arra, hogy más tantárgyhoz is kapcsoljuk. Például a nyelvi vonatkozásai szempontjából ugye különböző jelek bevezetése betűk gyakoriságának az észrevételén alapult, így módon egy jelből áll az E és a T betű a leggyakoribb magánhangzó, illetve a mással hangzó, és a különböző nyelvi karakterkészletek ellenőrizhetők, hogy ezekkel hogyan is kapcsolódnak. Matematikához tudjuk kapcsolni, hogy hányféle jel van, illetve hány karakter kell ahhoz, hogy egy bizonyos jelkészletet tudjunk kódolni, és a történelemhez fogjuk kapcsolni, hiszen nagyon sok esetben a kommunikáció az első és a második világháborúban és a Morze ABC-n alapul, de a gyerekek ugye ismerik a Titanic történetét is, ahol szintén ilyen jelekkel próbáltak segítséget hívni. Szintén egy nagyon érdekes téma, hogy mikor ad az ember titkos és mikor a titkosítatlan üzenetet, kódolatlan üzenetet, és ez hogy is néz ki. Maga a morze kód még egyszer egy nagyon-nagyon nagy téma. Nem is gondolná az ember, hogy hogyan is kapcsolódik, hogy hogyan lehet egyáltalán kiadni hanggal, fénnyel, de még mennyi mindennel. Nagyon jó ötleteik vannak. A ritmusnak megfelelőnek kell lenni, tehát a rövid-hosszú hang, betűköz, szóköz időarányának ennek meg kell felelni módon. Nagyon nehéz ezt először jól csinálni. Aztán megtanulni ezt egy olyan lehetőség, hogy hogyan is tudnánk megtanulni gyorsan ezt a jelrendszert. Ehhez minden nyelven úgynevezett mnemonik vannak, ami azt jelenti, hogy az adott betűhöz tartozó jelrendszer egy olyan, ugyanolyan betűvel kezdődő szóban található meg, ahol a magánhangzók rövidsége, hosszúsága kiadja a jelet. Például az A az egy rövid, egy hosszú, és akkor egy rövid, egy hosszú magánhangzó van benne, ezért az akáccal szokták kódolni. Itt ugye megint egy nyelvi lehetőség, hogy milyen más könnyen megjegyezhető szavakat találhatnak. Aztán külön érdekesség az, hogy ez bár nagyon régi, ugye ez az 1830-as években találta fel Morze, de majd 160 évvel később még aktualizálni kellett, 2003-ban betették a kukacot, mert szükség volt rá. Szintén kamaszoknak egy jó téma az, hogy itt is voltak már rövidítések, mint ahogy az internetes szlengben ma is használunk rövidítéseket, illetve már rögzítették a kódot lyukszalagra is, és lehet, hogy ez a dolog az, ami jelen esetben hasznos a gyerekeknek is, hogy először leírni azt a kód jelet, amit továbbítani akarnak. Szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt még 2015-ben is használták az amerikai kontinensen a vasút esetén. Történelemhez lehet nagyon jól kapcsolni azt, hogy még egyszer, mikor tekinthető az, hogy titkos legyen az üzenet, vagy nyilvános. Nyilván, hogyha segítséget akar kérni egy hajó, és az amerikai haditengerészet is használta még az ezredfordulóig, akkor fontos, hogy nyilvános legyen, de egy újabb témát feldolgozhat esetleg egy másik csoport, amikor is az üzenetek titkosítva voltak, és ezt az üzenetet viszont nagyon nehéz volt megfejteni. Itt például az Enigma kód feltörését látjuk, illetve a filmnek egy részletét. Hát nézzük, hogyan is épül fel. Ezt is lefordítottam, illetve a gyerekek számára egy ilyen dokumentumban lesz biztosítva. Először az eszközök vannak felsorolva.
A legbonyolultabb eszköz talán egy mágnes, illetve vékony drót, amiből a egyszerű tekercset készítünk. A többi az olcsón beszerezhető egyszerű dolog. A kapcsolót egy ruhacsipeszből készítik, hasonlóan az ötödikesekhez egy keresztbe tett drót, illetve egy hosszába tett dróttal épül fel. Maga a hangszóró az a pohár lesz, és a ráhelyezett tekercs, illetve az arra ráragasztott mágnes segítségével létre tudja hozni azt a rezgést, ami az áram ingadozásának függvényében történik, és ezt fogjuk kapcsolni a mikrobithez. A mikrobithez kapcsolva látjuk majd az Excel táblában a jelet. Hát nézzük azt meg egy mindenféle gyakorlati útmutatóval, hogy hogyan is néz ez ki. Egy egyszerű kicsi műanyag pohár, amit itt látunk, egy mágnessel, mezummal, és akkor éles lesz. A kis dróttekercs az olyan 30 menetnyi, és körülbelül akkora kell legyen, mint a mágnes. Ezt egy régi transformátorból tudtam így szétszedni. Fontos, hogy a drót végeit csiszoljuk le csiszolópapírral, hiszen egyébként ez így szigetelne. És akkor ráhelyezzük ezt a mágnest, mégpedig nem túl szorosan, hogy ne szorítsa rá, és maradjon lehetőség a rezgésre is. Ezt követi a mikrobit. Erre a mikrobitre már előzetesen rátettem azt a kódot, ami szintén a weboldalról letölthető, és összekötjük ezt a mikrobitet a leírás alapján a nulla pinnel, illetve a földdel. Tehát a nullára és a földre, de ezt a leírást mindenki megtalálja az interneten. Ezt követi maga a kapcsoló, tehát még egyszer ez egy egyszerű ruhacsipesz, ahol is az egyik drót keresztbe, a másik pedig hosszába helyezkedik el. Ezt az egyes pinre, illetve a 3 voltos kivezetésre kötjük. A sorrendje az mindegy. És így módon már elő is állt az a távíról. Remélem, hogy minden érintkezés megfelelő lesz. És akkor csatlakoztatjuk a hozzátartozó Excel munkafüzetbe. Ez az a bizonyos Excel munkafüzet. Alapból kiindulva a Hello világ üzenetet küldi. Ha rákattintok, akkor közben nem csatlakozott automatikusan, tehát akkor oda kell menni, hogy eszköz csatlakozása, sorosport, és elindítjuk az adatlejátszást. Akkor most lejátsza Morse kóddal a Hello világ üzenetet, mégpedig úgy, hogy a mikrobiten rövid és hosszú jel, két kicsi, illetve nagy rombusz jelenik meg, és azt hiszem, hogy hallható, de még egyszer itt lejátszuk, az is, hogy a hang az nem a mikrobitből jön, hiszen nincs is hozzá kapcsolva, hanem maga pohár az, ami ezt előállítja.
Ide bármilyen szöveget beírhatunk, és a gyerekek nagyon élvezik, hogy az egyik üzen valamit, és a jelből próbálja a másik megfejteni a különböző üzenetet. Ha rákattintunk erre a mutatóra, akkor mi fogunk most itt kódolni. A kódolás azt jelenti, hogy én ezzel a ruhacsipesszel jelet tudok adni. Látható, hogy hosszan akkor szomorú is lesz, mert túlmegyek azon a bizonyos ütemen, ami kell. Tehát a rövid az egy pici rombuszt jelent. A hosszú az egy nagyobbat. Miközben én itt próbálkoztam, ez megjelent itt az Excel fájlba is. Bocsánat, csak közben valamire elvesztette kapcsolatot. Újra csatlakoztatjuk. És elindítom az adatlejátszást. Akkor most, ha okézzük, tehát próbálja felismerni, amit én írok. Így módon lehet üzenetet küldeni, és ezt a kódolt üzenetet ez a program azonnal meg is fejti. Tulajdonképpen ugye az egyik ír, a másik olvas. A gyerekeket megfigyelve szakkörön, illetve ezt tizedikbe is meg szoktuk építeni rendes fizika órán az elektromágnesség témakörében, akkor érdekes, az a gyerekek egyik része nagyon jól olvas, tehát érzékeli a jeleket, a másik meg ír, de így olyan, aki mind a kettőt jól tudta, olyan gyerekkel még eddig nem nagyon találkoztam. Ez tehát a fő tevékenység, ami a manuális is rendkívül fejlesztő tevékenység, és láthattuk, hogy különböző humán dolgot tudunk hozzá kapcsolni, de szintén egy jó lehetőség egy mini kutatást kapcsolni ehhez a feladathoz, hogy hogyan lehetne ez hangosabb. Ez ugye most talán egy kicsit így hallatszott, de itt csendben egy osztálytermi környezetben bizony a fülüket nagyon szorosan oda szokták tenni, hogy hallják, és inkább a mikrobit jelét, a látást szokták használni a jelek érzékeléséhez, de hogyan is lehetne ez hangosabb. Ezt a kis mini kutatást a Grasp felületen hoztam létre, és ez egy választható tevékenység lesz. Röviden ez úgy néz ki, hogy a megépítés után ezt a kis feladatlapot megkapják online. Bocsánat, a másik. És egy ismétlés kezdődik a tájékozódás fázisban, ami itt 5 fázisra bontottam ezt a természettudományos folyamatot. Itt 2 rövid videóban felevelenítik, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Lejegyzik saját szavaikkal, hogy mi történik, ezáltal ugye végig gondolják magát a folyamatot, hogy mi működtet mit. Majd következik a fogalomalkotás fázisa, ahol is felevelenítik, hogy milyen részekből állt ez a távíró, mi volt az egyes részeknek a funkciója, leírják a működés folyamatát, ide tudnak gépelni. Majd következik az egyik legfontosabb rész, hipotézist készítsenek, hogy mind kellene változtatni, hogy hangosabb jelet adjon a távíró. Ez a hipotézis készítés, ez egy ilyen tanítható dolog, de rá kell őket vezetni, ezt úgy szoktam, hogy maguk ezek a kis cetlik mozgathatók, így módon össze kell állítani egy ha akkor dolgot, és felajánlok néhány dolgot, tehát mindenfélét, a pohár nagyság, a vezeték hossza, a többi, amitől ez függhet. Létrehoznak egy hipotézist, természetesen írhatnak be saját szöveget is, majd ezen a patkón, ami most 50-50%-ra van, beállítják, hogy mennyire gondolják ezt helyesnek. Aztán a vizsgálódás fázisban
megtervezik azt a kísérletet, amire itt szükségük van, leírják a megfigyeléseiket, képeket készítenek, amiket aztán ide feltöltenek, és a következtetés fázisban pedig megpróbálnak a már összegyűjtött dolgokból, például ugye ez az alkalmazás ide teszi a hipotézist, amit készít, a megjegyzéseit, és abból megállapítást vonnak le arra vonatkozóan, hogy ez a hipotézis jó volt, vagy nem. Ez azt jelenti, hogy itt megjelenik az a patkó, amit beállítottak, és ezt módosítják, és valamilyen módon érvelnek az ellen, vagy a mellett. A végén egy visszajelzést szoktam kérni, ez nem teszt, hanem inkább az érzéseikre, illetve arra vonatkozik, hogy mennyire találták nehéznek, illetve hogy érezték magukat a feladatlap megoldása közben. És akkor hát itt meg lehetne tekinteni azt a két videót, amit már az előbb láthattunk, de hát láttuk élőben, úgyhogy annyira ez nem fontos. Itt ezt gyerekek csinálták, hogy az almaszót kódolták, illetve itt egy köszönést kódoltak jó sok gyakorlás után. Ki lehet írni ezt a bizonyos szia üzenetet. És én pedig ebben a kis videóban a DTH 2021 üzenetet kódoltatom le ezzel a kis távíróval. Javaslom, hogy mindenki készítsen projektet, próbálja ki akár ezeket, akár más alkalmazásokat, mert nagyon hasznos a gyerekek számára. És köszönöm szépen a figyelmet!